Nyílt nap volt a Kesjár iskolában a leendő elsősöknek és szüleiknek. Személyesen is megismerhették a képzési irányokat és a nevelési célokat. Véradások, tanfolyamok, adománygyűjtések és megbecsülési ünnepség. Földvári Nagy Ivánt, a Vöröskereszt területi munkatársát kérdezzük a tevékenységükről. Életről, halálról, szerelemről és napi kis eseményekről is verseket ír Mátyus Attila. Érintés című első önálló verses kötetét a Zicsi Majorban mutatta be. Március 8-án a nőnapon jó estét kívánok és külön köszöntöm a hölgyeket. Nyílt nap volt a Kesjár iskolában a leendő elsősöknek és szüleiknek. Személyesen is megismerhették a képzési irányokat, a nevelési célokat, és bepillantást nyerhettek a tanórák menetébe, illetve beszélgethettek a tanítókkal. Az intézményben két osztályt indítanak szeptemberben. Mindkét osztályfőnök közel 25 éve dolgozik a Kesjárban, ráadásul egyikük általános iskolás diákként is odajárt. Én fogom önöket az első órában kalauzolni, egy 20 perces PowerPoint után, amivel bemutatjuk az iskolát. Körbe megyünk és megmutatom azokat a helyszíneket, amihez közük lesz a gyerekeiknek, ha majd ide járnak. A korábbi évek jól bevált tematikájának megfelelően egy általános tájékoztatóval indult a Kesjár Csaba általános iskola nyílt napja, ahol egy rövid kis prezentáció segítségével Alkonyi Krisztina, az iskola intézményvezetője beszélt a Kesjár specialitásairól, a hét szokásról és az itt kialakult közösségről is. Ez egy összetartó, nagyon komolyan zárt és szándékosan zárt közösség. Mi abban a közoktatási helyzetben, ami ma körülöttünk van, szót sem érdemel, egyet tartunk fenn, a mi autonómiánkat, és az iskola befelé építkezik, és egymásra vigyázunk. Egyelőre nagyon jó helyzetben vagyunk tanárok ügyében, ha problémánk is van, hamar megoldódik, és mindig azon imádkozunk, hogy ne legyenek 33 fős osztályaink, annyi a körzetes diákunk. A zsúfoltság sajnos évek óta meghatározó az iskolában, hiszen az eredetileg 25 főre tervezett osztálytermekkel nagyjából 350 diák befogadására alkalmas igazán az intézmény. Ehhez képest a tanulók száma eléri az 500 főt. Ami versenyképes, az az autonómiánk és ez a kiválóság iránti elkötelezettség, ami nem okvetlenül kompetencia mérésekben látszik csak meg felvételi eredményekben, mert az evidens számunkra, hogy jó, hanem az egymásra figyelésben, a nem kihulló gyerekben, a nem meglátott abúzus kezelésében, a kollégákra való figyelésben. Ez a kiválóság és autonómia, ami igazán vonzó, úgy látom a szülőknek is. Ezt a megkérdezettek is megerősítették, hangsúlyozva azt, hogy mennyire fontos számukra a családias és otthonos környezet, amit itt megtaláltak. Leginkább azért tettünk, hogy ide tartozunk területileg, és gyalog ide tud jönni a gyerek, meg nagyon szimpatikus a tanári közösség. Mi volt az, ami a programban most itt a tájékoztató alatt megfogta, ami úgy gondolja, hogy hasznos lesz majd a gyerekének? Nem ez a tájékoztató fogott meg, hanem az iskolánk az általam hallott háttere, amit az ismerőségtől hallottam itt a környéken. És mi az erőssége ön szerint? A tanári közösség szerintem az erősség, meg a családias hangulat. Már régóta kinéztük ezt a sulit, eleve körzetesek is vagyunk, de már más iskolákban is voltunk. Nekünk nagyon fontos az, hogy családias környezetben, tehát tényleg egy zárt környezetben tudjon fejlődni a gyermekünk. Én szerintem így tudnak a legjobban kibontakozni, hogyha biztonságban tudnak kis szárnyakat bontani. Úgyhogy nekünk ez abszolút szimpatikus, közel van, és szerintem csodálatos a környezete. Fantasztikus. Emellett persze fokozza az iskola elismertségét az évek óta kiválóan működő hét szokás módszere is, amelyet minden központosítási törekvés ellenére fent tudtak tartani a jelenlegi iskola rendszerben is. Elindult sok iskola a hét szokás programban, ebből csak mi lettünk referenciaintézmény. Budaörs önkormányzatának hála egyébként, aki a teljes tantestületet képezte 2010-ben, ez a tudás itt maradt, nem nagyon van fluktuáció, csak nyugdíjba mennek kollégák, tehát most is a teljes tantestület átitatódott ezzel a programmal, és már nem is beszélünk róla, csak működik. Hétszokás órák vannak, az én naplom típusú, ellenőrző típusú füzet van, vannak speciális programjaink erre építve, de a hétszokás biztos, hogy nagyon erős identifikáció az iskola számára. Az általános tájékoztatót követően természetesen elsőként az iskola épületével ismerkedhettek meg az érdeklődő szülők. A tárlatvezetést itt is az intézmény vezetője tartotta. Az iskola szimmetrikus, ott a felső rész van, itt az alsós, de van átjárás a két hely között, mert a gyerekek, amikor majd angolt tanulnak, vagy informatikát, vagy testnevelést, akkor abszolút keverednek a felsősökkel, és ez így egészséges. Nálunk ebből inkább
tanulás van és jó együttműködés, mint bármilyen abúzus vagy baj. Amúgy is mindig van egy jó barát, aki fölnyomja az embert, tehát ha bármi felsőben elfajulna, nem volt ebben a kicsi iskolában, hogy 5 percen belül nem tudtuk meg. Tehát ez garantált, hogy nálunk nincs szőnyeg alá söpört, elfajuló helyzet. Mondhatnám, hogy erre is büszkék vagyunk, de ez kimondott erősség nálunk. A nyílt nap végén a leendő első B osztályfőnöke, Dubcsákné Reznek Beáta tartott bemutató órát a jelenlegi negyedik osztályosaival, akik elsőként a látogatók között megjelent leendő elsősöket köszöntötték. Köszöntelek, kis barátom, örülök, hogy látlak, kézen foglak, s megmutatom most az iskolámat. Osztálytermünk falai közt tanultunk megírni, barátságos, kedves helyet nem fog sosem sírni. Mindet vár a felső oldal, kinőttük a padokat, az olvasás órán természetesen a szülők egy kicsit megismerkedhettek a hétszokás módszerével is. Mutatom, hogy ki lesz ő, és a többieknek tulajdonságokat kell mondani, hogy kitalálja, hogy ki ő maga. Szoktuk ezt játszani, nem csak állatokkal, de most állatokról lesz szó. A gyerekeket arra kérem, hogy ne mondják ki az állat nevét közvetlenül, se a kicsik, se a nagyok, hanem legyenek szívesek távolról indítva, néhány tulajdonságot, néhány információt vele kapcsolatba csepegtetni. A kisfiú feje fölött megjelenő képhez pillanatok alatt érkeztek olyan tulajdonságok, amelyekből viszonylag gyorsan sikerült kitalálni, hogy milyen állatról is lehet szó. A rókáról, amelyről La Fontaine is számos állatmesét írt, köztük azt is, ami az óra tárgya volt. Bármennyire is tűnt szimpatikusnak az iskola, vagy éppen a leendő elsős tanító, azért arra számítania kell egy-két főleg körzeten kívüli családnak, hogy túljelentkezés alakulhat ki, és a gyermekük nem fér majd bele egyik első osztályba sem. Mi éppen egy több hetes egyeztetésen vagyunk túl a tankerülettel és Budaörs önkormányzatával, akik nagyon sokat segítettek egy digitális térkép felrajzolásában. Azt látjuk, amit éreztünk évek óta. Én 6-7 éve könyörgöm, hogy alakítsuk át a körzeteket, mert nem lehet bírni a kétszeres túljelentkezést. De ez a probléma úgy oldódott meg, hogy elmúlt. A Kesjár körzete úgy tűnik, hogy valamilyen módon állandósult, valószínűleg azok az öreg házak, amelyek helyére ikerházak épültek 10 családdal, beállt egy kezelhető szintre, és megy kifelé a városban a túljelentkezés. A Bleier van most szerintem a legnagyobb problémás helyzetben, ott nagyon sok a túljelentkezés. Annyit tudunk tenni, hogy erről folyamatosan egyeztetünk. Most még nem kellett meghoznia senkinek a végső döntést, hiszen van még néhány év arra, hogy kiválasszák a szülők a gyermeküknek leginkább megfelelőnek tartott iskolát. A beiratkozásokra április 20-án és 21-én lesz majd lehetőség az általános iskolákban. Két véradás is volt a közelmúltban itt Budaörsön. Erről és a Vöröskereszt budaörsi tevékenységéről beszélgetünk Földvári Nagy Évával, aki a Vöröskereszt területi munkatársa. Kezicsokom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Két hét alatt két véradás, az egy kicsikét soknak tűnik, mert hogy máskor hónapok is elteltek az a Budaörsön rendezett véradások között. Hogy sikerült most egyszerre kettőt is megszervezni? Kaptunk egy felkérést a civil véradásra, amilyen még nem volt Budaörsön, ezt szerveztük a posztátban, ami egészen jól sikerült. A Decathlon véradás az benne volt az éves tervben, tehát az egyébként is lett volna. Azért mertük ezt így bevállalni, mert a Decathlon véradáson egyébként is szép számmal szoktak megjelenni viradók budaörsiek is, meg vásárlók is, és így egészen szép szám lett mind a két véradáson. De mondjuk egy ilyen bevásárlóközpontos véradásban sokkal több véradóra lehet készülni, nem? Tehát aki megy vásárolni, meglátja, hogy itt vért lehet adni, na, akkor bemegyek és adok vért. Több véradóra tudunk készülni, igen. Tehát van ugye a budaörsi címzetteknek kiszoktuk küldeni a tájékoztató e-mailt, ők tudnak róla, hogy mikor van budaörsi véradás, illetve igen, akik jönnek vásárolni, azok csak úgy spontán, van, hogy két gyerekkel leülnek oda, rajzolnak, és akkor addig apuka anyuka vért ad. Pedig a felhívásban mindig benne van, hogy előtte egyenek rendesen, igyanak legalább 2 liter folyadékot, és ha valaki ott csak megjelenik, akkor nem lesz rosszul? Ezt szoktuk neki mondani, tehát hogyha ő eleve azt mondja, hogy nem ivott például eleget, vagy nem evett, hú, mint 2 óra van, és ő még ma nem evett, akkor szoktuk neki mondani, akkor nem ad vért. De ilyen a praxisában, a pályafutásában volt, hogy valaki rosszul lett egy véradáson?
nagyon kevés, hál' Istennek nagyon-nagyon kevés, és igazándiból akkor, amikor ilyen 40 fok van, és nem tudtuk annyira, tehát amikor még a teremben is viszonylag meleg volt, hiába szellőztetünk, de ez nagyon ritkán van. Ugye az Országos Vérellátó Szolgálat feladata, hogy a vérkészletet biztosítsa, ebben segítség a Vöröskereszt. De most hogy látja, hogy országosan van elegendő vér? Mert főleg a Covid idején lehetett ezt hallani, hogy sokkal kevesebben mennek el vért adni, miközben a műtétekhez és a baleseti ellátásokhoz igenis szükség lenne vérre. Hát a Covid idején azért érthető volt, hogy az emberek jobban féltek, jobban megijedtek. Vér sosem elég az országban. Országos viszonylatban nem tudok nyilatkozni, ugye csak az én területemen, ami történik. Itt most a január-februárban kifejezetten jó véradások voltak, tehát konkrétan 30-40%-kal volt több véradó, mint amit nagyjából az ember tervez a következő évre. Ez mit jelent, hogy az ön területén, tehát Budaörsön kívül hány a település megvan? Igen, a Zsámbéki medence tartozik hozzám, 12 település, Budaörsön kívül 11. És akkor Budaörsön kívül is szoktak véradásokat szervezni. Melyik az a település, ahol ez jól tud működni? A lakossági véradások jól szoktak működni, tehát például Biatorbágyon, Pátyon, Herceghalmon most nagyon-nagyon sokan voltak ahhoz képest. Biatorbágyon mindig jó véradás, tehát ott egy olyan 50-60 fős véradást szoktunk tudni csinálni. Budaörsön, itt a Decathlonban szokott a legnagyobb véradásunk lenni, illetve egy évben egyszer, szerintem arról lehet, hogy annó beszéltem is, ez a Magyar Légimentésér Alapítványal, amit szerveztünk az Uszodában, az ilyen 100 fős véradás, akkor nem is volt meg talán itt Budaörsön, ez egy nagyon-nagyon szép második alkalommal csináltuk ezt a véradást. És ez miért volt sikeres? Mert hogy oda ment a mentőhelikopter, és azt is meg lehetett nézni? Hát biztos vagyok benne, hogy az is közel játszott, hogy oda jött a mentőhelikopter, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert majdnem végig ott tudott maradni. Segítettek a kézilabdások, ugye ők is reklámozták, oda jöttek, fotózkodtak. Azért ennek országos hírverése is volt, mert ez egy verseny volt, tehát a Magyarország összes légimentő bázisán egyszerre volt véradás egy időben, és volt egy kis verseny is, hogy úgy mondjam, tehát hogy hol jelenik meg a legtöbb első véradó például, és ennek azért elég nagy kampányt raktak alá. Látom, hogy mosolyog, tehát, hogy örül, hogyha sokan mennek el vért adni, mert nyilván öröm segíteni. De vajon ez a nagyobb öröm, vagy amikor mondjuk segélyt visznek egy rászorulónak, és örül annak, hogy akkor lesz ma este mit ennie? Hát mind a kettő nagyon nagy öröm, csak két különböző érzés. Ugye amikor a véradók úgymond a tervet teljesítjük, vagy jócskán túl teljesítjük, azért az egy nagyon jó dolog annak is, aki adja a vért, meg az a tudat is, hogy ennyivel többet tudunk segíteni. Amikor adományt viszünk ki, akár a környéken élő rászoruló idős embereknek, akár ugye akik menekültek a háborúból, azoknak az embereknek, azért azt nagyon jó látni rajtuk. Tehát mi tartós élelmiszert szoktunk, tisztálkodási szereket vinni, illetve minden héten nyitva vagyunk hétfőnként, 14 és 16 óra között a Budaörsi irodánkban, a Deák Ferenc utca 12-ben, és ott is van élelmiszer adományosztás. Két nagy áruháztól kapunk zöldség és pékárut, és ezt minden héten tudjuk osztani. Szinte minden héten, ha mondjuk minden héten kapunk, ha nem hétfőn, akkor mondjuk szerdán. És akkor ez úgy néz ki, hogy ami lejárat előtt van, azt beveszik a polcokról, és odaadják a Vöröskeresztnek. Igen. Önök pedig várják a rászorulókat, akik korlátozás nélkül elvihetik, vagy mit mondanak? Hát nem korlátozás nélkül, azért meg szoktuk kérdezni, természetesen, hogy mindenkinek tudjunk adni, aki eljön, meg szoktuk kérdezni, hogy hányan vannak egy családban, hányan élnek, tehát ilyen 3-5 kiló körül szoktak kapni zöldséget, pékárut. Van valamilyen tendencia, hogy hányan veszik igénybe így módon a Vöröskereszt segítségét? Mondjuk hányan vették igénybe 5 évvel, 3 évvel ezelőtt, vagy most hányan veszik igénybe? Mert hogy nagyon sokan attól féltek, hogy itt van az energiaválság, ha kifizetik a fűtésszámlát, akkor már nem jut ételre. Érzi azt, hogy most többen jelennek meg ott, vagy ez csak egy félelem volt? Nem, azért lehet érezni, ha nem is nagyon nagy, nem is óriási mértékben, de mondjuk egy 15-20%-kal többen jönnek. Ugye két részre kell választani ezt a részt most, mert a menekültekkel is ugye eleve többen jönnek, plusz még akik mentek arra a szintre, ahol már azt mondják, hogy segítségre van szükségük, és eljönnek. Én azt gondolom, ilyen 15-20%-a jönnek ezért többen. Kétszer is említette a menekülteket. Hány menekült van nagyságrendileg Budaörsön? Ők családoknál vannak, vagy valami intézményben? Hogyan foglalkoznak velük? Mit tesznek értük? Igazándból ez nagyon változó. Tehát ilyen nagyságrendileg 20 és 50 között van Budaörsön.
Változik, mert van, akik bemennek persze, de ugyanakkor jönnek ki mások. Családoknál vannak ők, vagy jellemzően hol éjszakáznak, hát, hol vannak? Vannak családoknál is, vannak albérletben, a területen van olyan, ahol ilyen munkásszálló jellegű intézményben vannak elszállásolva. És velük nyilván nehezebb is kommunikálni, mert magyarul nem biztos, hogy beszélnek. Vagy jellemzően azok jönnek ide, akik kárpátaljai magyarok? Az én területemről tudom mondani, nagyjából fele-fele. Nézem a beszámolójukat, és egy külön fejezet foglalkozik az ünnepségekkel. Azt írják, hogy az előző évhez hasonlóan fontosnak tartottuk településeinken a világnapok ünnepségek megszervezését. Mit ünnepelnek meg, és miért? Hát ugye itt Budaörsön elsősorban a szokásos novemberi víradó ünnepségünket ünnepeljük, ezt most már 7. éve szervezzük meg nagy sikerrel. Kitüntetjük azokat a víradóinkat, összevonjuk a víradók ünnepét az önkéntesek világnapjával, és ezen a napon kitüntetjük a 25-50-75-100-szoros víradókat, illetve kitüntetjük azokat az önkénteseinket, akik nagyon nagy segítségünkre voltak abban az évben. Uh-huh. A 25-50-75-100-szoros víradók azt jelenti, hogy ennyiszer adtak így már van vért életükben, így és van. Ők ilyenkor kapnak egy elismerést, egy oklevelet, és megköszönik nekik a tevékenységüket? Így van, kapnak egy oklevelet, kapnak egy szép kitüntetést, kapnak egy üveg vörös keresztes bort, vörös bort. Hát mondjuk 75-ször vagy 100-szor elmenni vért adni, azt szokták mondani, hogy ugye ez még gombócból is sok, nem hogy annyi alkalommal elmenni. Mi a titka annak, hogy aki elkezd vért adni, ő rendszeresen jár? Mert nyilván az ember szívesen segít, egyszer, kétszer, mondjuk 10-szer, de nem 100-szor. De azért, aki elkezd véradni, az azért segít, mert úgy érzi, hogy jó segíteni, ráadásul amikor felhasználják a vért, akkor szoktak kapni SMS-t, és annak nagyon örülnek. A másik, amit én hallottam, hogy amikor leveszik a vért, akkor kifejezetten ilyen frissebbnek érzi magát a szervezete. Ugye, na, pont ezt akartam kérdezni, mert régen ugye piócánkkal is szívták ki, igen, az emberek vérét, és én is, akivel beszélgetek, és rendszeres véredő, azt mondja, hogy ő utána teljesen másként érzi, igen, magát néhány napig. Tehát, mintha ez egyébként jó lenne a szervezetnek. Jó is a szervezetnek. A legutóbbi alkalommal, amikor a civil véradáson forgattunk, akkor az egyik véradó azt nyilatkozta, hogy neki nagyon különleges nullás valamilyen vércsoportja van, és hogy korábban ez azért volt nagyon kedvelt, mert hogy mindenkit tudott segíteni. De most változtak az előírások, hogy tudja, hogy most már nem úgy van, hogy mondjuk egy A-s vagy B-s vagy AB-s vércsoportnak is lehet nullás vért adni? Az a szerencsés, hogyha azt a vércsoportot veszik le, amit fog kapni a beteg. Tehát ha csak lehet, akkor azonos így vércsoportot kap. Van, így van. Ez ilyen vésztartaléknak, hogyha nincs más, akkor ezt is meg lehet tenni. Hát igen, mert hiába mondták, hogy becserélik, de hogyha nincs olyan típusú vér, akkor hiába mondja, hogy becserélik. Hogy tehát hogy az a szerencsés, hogyha ugyanazt a csoportú. Milyen terveik vannak az idei évre? Vannak nagy tervek, vagy egyszerűen csak folytatni szeretnék a tevékenységüket? Igazándiból folytatni szeretnék a tevékenységünket. Tehát ugye itt a Vöröskeresztnek nagyon fontos tevékenységei közé tartozik a véradás szervezés, az elsősegélynyújtás népszerűsítése, az adományosztás, időseken segítés, illetve a városi rendezvényeken való részvétel. A budaörsi alapszervezet tagjai közül nekem elég sokan szoktak segíteni véradásokon, irányítják a véradókat, stb. Stb. Az elsősegélynyújtás népszerűsítése, például a hősképző programunk keretén belül szokott megvalósulni. Tavaly előtt a játszótéri elsősegélynyújtó bemutatókat részesítettük elsősorban, vagy előnyben. Az egy nagyon jó kezdeményezés volt. Kimentek a játszótérre, és az ott lévő anyukákat, gyerekeket hívták oda, hogy nézzék meg, hogy kell újraéleszteni, hogy mit kell egy gyerekkel tenni, hogyha valami ott történik a játszótéren. Nyilván fontos, hogy hívjuk a mentőt is, de amíg a mentő megérkezik, addig sok mindent lehet tenni. Ez aztán abba maradt, mert hogy tavaly ilyen nem volt. Igen, mert tavaly másra fókuszáltunk jobban, tehát táborokba mentünk ki például, és akkor ott ugyanezt adtuk elő, majd idénre megint a tervek között lesz.
illetve az idősek és a kisgyerekes anyukáknak voltak ingyenes előadások, aminek ez volt az első olyan év, amikor igazán sokan jelentek meg. Tehát volt, aki az unokája miatt jött, tök jól sikerült, jó hangulatban, nagyon sok kérdés volt. Tehát... Milyen témákról tartottak előadást? Ez az első segélynyújtás ugyanígy, tehát az időseknek például ez a ne tessék fölállni az asztalra, a hokkedlire fölpakolva leszedni a függönyt, tehát hogy azokat, amik ugye az ő korosztályokat érintik, hogy mi az, ami balesetveszélyes, mi az, amit nem szabad csinálni, mi az, amit akkor kell csinálni, hogyha megtörténik a baj, mit kell hívni, hogy kell hívni, mit kell belemondani, hogy kell ezeket a fektetéseket, tehát hogy ilyeneket, és ugyanúgy a kisgyerekes anyukáknak úgy szintén, tehát ott ugye általában az ilyen, ha lenyel valamit, tehát hogy az ő korosztályukhoz állítottuk össze ezt a kis előadást. Idén ezek hogy folytatódnak? Megint a játszótéren, vagy csak táborokban, vagy ilyen előadásokon? Mik a tervek? Ez ugye nagyban hozzájárul az, hogy a pályázatokat hogy sikerül megnyernünk. Ugye az is a munkánk része, hogy különböző pályázatokra pályázunk, és akkor attól függően tudjuk ezeket a rendezvényeket, hogy úgymond szponzorálni. Terve van a játszótéri elsősegélynyújtó bemutató, terve van úgy szintén az időseknek és a fiataloknak a bemutató. Hát a véradásokról ugye ne beszéljünk, mert azokat eleve egy évre tervezzük, azok úgy szintén. Nagyjából havonta egy-kettő? Mennyi van a térségben, tehát a térségben, ami önhöz tartozik idézőjelben? Hát a térségben ilyen 3-8 véradásig van egy hónapban. Az elég sok. Igen, ugye itt Budaörsön nagyon sok cég van, tehát általában ilyen költözős véradást tervezek, hogy délelőtt egy cég és délután lakosság, és akkor így a véradószám is egészen szép szokott lenni. Vizsgáink vannak még ugye egy hónapban egyszer vagy kétszer elsősegélynyújtó vizsgáink. Hát az adományosztásainkat, azokat ugyanígy folytatjuk, ugyanígy az idősek segítenek, hogyha náluk még idősebb vagy rászoruló és nem tud eljönni az adományért, akkor elviszik. Ebben is segítenek, a gyűjtéseinket is fogjuk ugyanúgy folytatni, tehát ha lesz lehetőségünk rá, akkor úgy szinte, hogy decemberben szokott igazán ilyen nagy tartós élelmiszergyűjtésünk lenni. Tavaly februárban is volt, amikor elkezdődött a háború, ugye akkor egy óriási összefogás volt, és hihetetlen mennyiségű adomány gyűlt össze, amiket ki tudtunk vinni. Úgyhogy a terveink nagyjából ezek, becsatlakozni a városi rendezvényeinkre. Hát akkor vannak teendők. Vannak teendők, igen. Jó munkát és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm. Életről, halálról, szerelemről és napi kis eseményekről is verseket ír Mátyos Attila, akinek könyvbemutatója volt az Icsi Majorban. Korábban a költő művei megjelentek már folyóiratokban és antológiákban, de ez az első önálló verses kötete. A címe Érintés. Verseivel közlendője van az olvasóval, de van, hogy saját maga számára is terápiaként hat leírni, ami foglalkoztatja. A kötet bemutatóját Navratil Zsuzsa versekhez készített grafikáiból összeállított kiállítása kísérte. Mikor egy sárgára osztott levélben meglátod mindazt, mit Isten féltőd rejtett belé a titkot, hogy miért, mit szélből az egész, a harc, a vágy, kés, gyönyör, szeretés, féltés, imádat. Mikor megérti végre lelked az idők mélyéről őrzött, régi holt nyelven mormolt imákat, mikor, hogyan, miért és minek. Úgy hull le rólad, mint levél, az őszítötte vén tölgyről, hangtalan, mert csak így lehet, átlépni némán a kapun, mit hasztalan bívott ezer perce a tékozló ifjúságnak. A korábban megszokottaktól talán egy kicsit eltérő módon most nem a falakon megjelenő grafikák voltak a leghangsúlyosabbak a Budaörsi Művészek Egyesületének legutóbbi Zicsi Majorban tartott rendezvényén, hanem a vers. A falakon felsejlő alkotások csak illusztrálták Mátyos Attila érdi költő felolvasott műveit, amelyek nem olyan régen jelentek meg a Poliárt füzetek egyik köteteként Érintés címmel. Minden témához hozzá nyúlogatok, tehát itt a verseim szerelem, halál, élet, gyakorlatilag mindenről, tehát az életről szólnak. Néha mostanában napi kis eseményekről, tehát egészen jelentéktelen kis eseményekről is, amik aztán végül is valahol jelentőssé válhatnak.
A verseket Varga Tamás színművész tolmácsolásában hallhatták a bemutatóra érkezett vendégek, akinek köszönhetően tapintható módon meg is elevenedhetett egy-két papírra vetett gondolat. Ez az első olyan kötet, amelyikben teljesen úgymond csak az én verseim vannak. Ugye régebben megjelentem különféle folyóiratokban, antológiákban, most készült el ez az első ilyen, amelyik teljesen önálló. Az, hogy miért most készült el, hát ez egy hosszú történet. Alapvetően mennyire nehéz ma költőként létezni Magyarországon, hiszen volt egy időszak, amikor a Blíra az felkapott volt, szívesen olvastak az emberek verset, ma pedig talán egy kicsit így a technika eluralja az egész mezőnyt, és egyre kevesebb Blíra jut el az emberekhez. Hát igen, ezek érdekes kérdések. Ugye én Miskolcon születtem, én emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor megjelent egy verses kötet, és Miskolcon a Széchenyi könyvesbolt előtt sorba álltak az emberek, hogy meg tudják venni a kötetet. Hát ezek az idők már elmúltak. Most már az interneten nagyon-nagyon sok anyag megtalálható. Mondják, hogy válságban van a költészet. Igaz, de inkább az van, hogy útkeresésben vagyunk. Meg kell keresni azokat az utakat, ahol el tudjuk érni a közönséget. És szerintem az internet az egy ilyen, tehát nagyon sok lehetőség van benne, de mind a mellett bízom benne, hogy a papír formájában a verses kötet is meg fog maradni, mert teljesen más érzés úgy olvasni egy verset, mint a képernyőn keresztül. Ma egy költő számára maga az írás az terápia vagy küldetés? Ez egy jó kérdés, ismételten. Mind a kettő. Vannak olyan verseim, ami egyértelműen, hogy saját magam számára is terápia volt kiírni magámba, viszont nagyon sokszor küldetés. Tehát vannak olyan dolgok, amit el szeretnék mondani, el akarok mondani a világnak, és le kell írnom. Mert szeretném, hogyha az emberek ezt tudnák. Tehát küldetés is. A kötetről Habos László irodalmár beszélgetett a költővel, bemutatva a megjelent versek sajátosságait, majd a sajátos író-olvasó találkozó végén megtekintették Navratil Zsuzsanna grafikáit, amelyeket kimondottan a megjelent versekhez készített az ismert grafikus. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja szerdán este. Most jön a Zitzer televíziónk sportmagazinja, mindjárt átadom a stúdiót Eldési Zoltánnak. Előtte még elmondom az e-mail címünket, amit látnak a képernyőn is. tv2040@tv2040.hu, ide írhatnak nekünk, de ott vagyunk a Facebookon is, ott is várjuk leveleiket. És akkor mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!